A hazai oldalon egy büntető, az Alba Kompnál pedig a frissen igazolt George Banks két duplája vezette be a fehérvári csapat nyíregyházi vendégjátékát. A Marsó Vagép NKK Albakon mérkőzés első negyede inkább a hazaiakról szólt. Az Albakomp ugyan vezetett az említett Banks duplákkal, azonban a nyírségiek határozottabb és erőszakosabb játékuknak köszönhetően 24-18-ra megnyerték az első negyedet. Fordulás után változott a játék képe, az Albakomp pontosabban kosárlabdázott, és ezzel kihúzta a Vagép méreg fogát. A második felvonás 10 ponttal nyerte Szrecskó Szekulovics alakulata, így a nagy szünetre 4 pontos előnnyel vonulhatott. A harmadik negyedben felváltva potyogtak a kosarak, végül a hazaiak dobtak egyel többet, meg is nyerték a harmadik felvonást 20-18-ra, így kiélezett negyedik negyedet ígért az állás, hiszen az Albakomp ekkor mindössze 2 ponttal vezetett. Mindent elmondhatunk az utolsó 10 percről, csak azt nem, hogy kiélezett lett. Az Albakomp elképesztően jó dobóformáról tett tanúbizonyságot, ráadásul védekezésben is rendkívül szigorúan játszott a fehérvári csapat. A nyírségiektől csupán Wiley szórt be 2 mezőny kosarat, ezt kellett beosztaniuk 10 percre a hazaiaknak. Az utolsó felvonást végül 26-6-ra nyerte az Albakomp, és így felettébb magabiztos 84-62-es győzelmet ünnepelhetett Nyíregyházán. A vendégektől Toja 18, Radovics és Simon 15, Banks 12, Lee 9, Bódi 10, Hanga pedig 5 pontot jegyzett, míg a nyíregyháziak legjobb játékosának a 26 egységet termelő Gini bizonyult. Az Albakomp ezzel pozitívvá tette mérlegét, Szrecskó Szekulovics gárdája 4-3-as mutatóval áll 7 forduló után, a következő fordulóban szombaton a Stojan Ivkovics felkészítette, Kecskemét látogat majd a fehérvári Arév sportcsarnokba.